Ezen a most megjelent könyvben azt olvasom, hogy dr. Hatayák Krisztinának hívnak, és rögtön azt kérdezném meg, hogy milyen doktor vagy? Állatorvos. Hát állatorvos végzettséged van. Igen. Akkor végül is érthető, hogy megérted ezt a könyvet, aminek az a címe, hogy mit jelez a betegséged, korunk gyakori betegségeinek lelki oldala. Hát igen, tehát a kettőből nem, tehát a kettő nem következik egymásból feltétlenül. Hát nézd, azért azt gondolom, hogy ha valaki az egészségügy területére kirándul, akkor azért az elképzelhető, hogy eleve van egy ilyen érdeklődési köre. Mert egyébként szerintem az átlag emberek nagy része az akkor szeret orvossal találkozni, akkor se szeret, ha beteg. Egyébként meg egyáltalán nem, mert hogy végül is, tehát ez az életünknek egy olyan része, amit nem túl kellemesnek tartunk, amikor megbetegszünk. Én világéletemben orvosnak készültem, és aztán valahogy úgy alakult, hogy mégse az orvosi egyetemre mentem, hanem az állatorvosira, és dolgoztam is 10 évig állatorvosként. És ami miatt nem mentem vissza állatorvosnak dolgozni, az pont az a fajta szemléletmód, ami a nyugati orvoslást jellemzi, és természetesen így az állatorvoslást is ugyanez jellemzi, és ez az, ami elindított engem egy picit más felé. Mi ez a más? Mi felé indultam? Igen, mindig is szorított a nyugati orvoslásnak az a megközelítése, hogy az embert a testével azonosítja, és persze ugyanez igaz az állatorvoslásra is. Nem éreztem jól magamat ebben a gondolatkörben. Mindig is tudtam azt, hogy az ember több a testénél. Engem foglalkoztatott a lélek. Talán ha orvosira mentem volna, akkor előbb-utóbb valami pszichoterápiás vonalon kötök ki, én azt gondolom. De hát így is megtörtént ez a váltás. És aztán, amikor ez a váltás megtörtént, akkor utána mi lett? Mi történt a dr. Hatayák Krisztinával? Hogy? Tehát most mit csinálsz? Hát először anya lettem, tehát ez a váltás azért köthető az én fiam megszületéséhez, aki most már lassan 17 éves lesz. És hát nem csak ő született meg, hanem én is újjászülettem vele. Hát először fülöttem az anyaságba. Én nagyon-nagyon élveztem ezt az időszakot. Rengeteg időm volt arra, hogy végre olyasmivel foglalkozzak, ami mindig is érdekelt. Úgyhogy én ilyen önképző pszichoterápiát végeztem, vagy pszichológiát, nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg. Tehát rengeteget olvastam, kinyíltam egy csomó minden felé, és aztán előbb-utóbb ugye törvényszerű, hogy az emberrel szembe jön valamiféle tanfolyam, ahol el tud indulni velem, a kineziológia jött szembe, és ez volt az első olyan lépcsőfok, ami ezt az utat aztán megnyitotta előttem. Most ez nagyon izgalmas, csak attól még, hogy szembe jön veled a kineziológia, attól még azért nem születik egy könyv, hogy mitől ez a betegség. Igen, tehát igen. Mi történt a kettő között? Mert hiszen igen. Én azt gondolom, hogy ez a könyv ez valamilyen fajta tudásnak a igen. leülepítése lehet, amikor ez így leültél ezt megírni. Igen, hát nagyon sok emberrel beszélgettem. A kineziológiát aztán követte még egy csomó más is, ahogy az lenni szokott, a coaching is, tehát sok emberrel beszélgettem, de először a barátok, az ismerősök, aztán elkezd terjedni a hír, és aztán jön mindenki. És nagyon régóta fönn vagyok a Facebookon is, illetve hát az interneten mindenféle csoportokban. Úgyhogy rengeteg ember megkeresett, és ez rengeteg tapasztalatot hozott nekem is. Tehát az én saját önismereti utam, mert a kineziológia az még a saját önismereti utamhoz tartozott. Tehát nem azért kezdtem el kineziológiát tanulni, hogy én majd kineziológus legyek valaha is, hanem azért, mert érdekelt. És illetve aztán... érdekelt az általa visszatükröződő így tudás van. Magadról. Így van. Értem. Így van. Tehát ez abszolút önismereti jellegű volt. És aztán a tapasztalat, ugye az emberekkel való találkozás, az, ami megérlelte bennem ezt a tudást. Nem tudom, hogy ez tudás-e. Hát valójában azért vagyunk most itt, mert persze ezt tekintheti úgyis a kedves néző, hogy ez a reklám helye. Tehát a Facebookon nekem egy pár évvel ezelőtt elindítottam egy csoportot, aminek azt a címet adtam, hogy a betegségek lehetséges lelki okai, igen. És de abba elég hamar beléptél. Igen. És hát nekem volt időm jócskán elolvasni azokat a válaszokat, vagy gondolatmeneteket, amiket esetleg a
kérdező embereknek te válaszoltál, tehát végül is én azért döntöttem úgy, hogy szeretnélek élőben is hallani, mert felkeltetted az érdeklődésemet a válaszaidból. És most meg hát a könyvön keresztül látom, hogy egy nagyon, nagyon megérlelt és nagyon leülepedett tudás van a birtokodban. Ez a könyv sem úgy keletkezett, hogy én elhatároztam, hogy könyvet fogok írni, hanem én már írtam mindenféle felületen. Tehát írtam például a csoportban, írtam a blogomban, írtam ilyen internetes oldalakon. 2 éve a Nőklapja ezotériával is egymásra találtunk, ott is írtam. És régóta bennem volt az a gondolat, hogy könyvet kellene írni, de hogy miről kellene könyvet írni, azt én nem láttam tisztán. És aztán egy reggel, tavaly ősszel, nem sokkal a születésnapom után úgy ébredtem fel, mint aki ott megvilágosodott, hogy de hát erről kellene, a betegségek lelki oldaláról, hiszen erről írok mindenhol, ezzel keresnek meg az emberek, csak mintha én lettem volna az utolsó, aki rájött. Tehát kézenfekvő lett volna ez. Lehet, hogyha tőled vagy bárkitől megkérdezem, hogy miről írja a könyvet, akkor te rögtön azt mondtad volna, hogy erről. Nekem úgy lassan esett le a tantusz, hogy ezt kellene összerakni. A könyv nem került tudomásom szerint könyvesbolti forgalomba. Hogy lehet ez a könyvhöz hozzájutni? Magánkiadásba készült a könyv, úgyhogy a borító fotótól kezdve az utolsó betűig minden az én munkám, a kezem munkája. Én tényleg úgy tekintek erre, mint egy szellemi gyermekemre, így közel az 50-hez. Nálam lehet megrendelni. A könyvben is található e-mail cím, a honlapomon is fönn van, a blogomban is megtalálható, Facebookon is megtalálható. Tehát ha valaki rákeres a Facebookon a nevedre, Dr. Hatayák Krisztina, akkor megtalálja az elérhetőségét ennek a könyvnek. Igen, megtalálja. És most, ha jól tudom, akkor a Nőklapja ezotériának is bekerül majd a könyvajánlójába, a júliusi számnak a könyvajánlójába. Hát mondhatjuk azt, hogy itt te valójában kiragadtál jó pár betegséget, nem arról van szó, hogy egy lexikont vesz valaki a kezébe, hanem korunk gyakori betegségeinek a lelki oldala, ugye ez a alcím. És hát azért ebben sok minden megjelenik. Ahogy én itt elnézem az oldal számon, elég sokáig itt sok minden másról is beszélsz, nem csak a betegségek konkrét megnyilatkozásáról, hanem magáról, az egészségről, a gyógyulásról, a betegség elleni küzdelemről, büntetés, szégyen, tehát nagyon izgalmas témaköröket vettél borcső alá. Igen. Amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, akkor azt gondoltam, hogy ez majd csak a betegségekről fog szólni. Ugye próbáltam azokat a ma leggyakrabban előfordul betegségeket összeszedni, amikkel engem megkeresnek, és ilyen főképp nők. Tehát ez a könyv főképp nőknek szól, de mégsem. Mert ugye a férfiaknál is ugyanúgy van inzulin rezisztencia vagy cukorbetegség, de nagyon sok női betegség van benne. Tehát ezeket próbáltam összeszedni. Aztán amikor, és így ugye 12 betegség került bele ebbe a könyvbe, és annak nagyon részletes elemzése. Nem akartam lexikonszerű könyvet írni, mert nagyon jó könyvek vannak. Hát én azt gondolom, hogy a Dalkinnak is, Detlefsennek is, és a neten is nagyon sok anyag elérhető már. Nem akartam egy sokadik lexikont írni, hanem az volt a célom, hogy inkább egy gondolkodásmódot, egy szemléletmódot adjak át. És azt mutassam meg, hogy én hogyan közelítek, amikor egy betegséggel szembe kerülök. Hogy hogyan mesélnek a tünetek. És miután ugye én coach is vagyok, ezért a fejezetek végére próbáltam segítő kérdéseket is elhelyezni. Tehát minden fejezet végén. Kimondanád magyarul, hogy mit jelent ez a coach? Igen, mert egyébként le tudom fordítani angolul, csak igen. Önmagában véve ez így nem mond semmit, nekem semmit, mert sokféle coach van. Másoknak sem. Így és van, ma már mindenki tehát coach. Szerintem ideje lenne magyarítani azért ezt igen. A dolgot, mert nem biztos, hogy az a legjobb, hogy vezetőnek lefordítom. Nem, igen. Edző egyébként, tehát a szó maga edzőt jelent. Tehát a foci RB-t, hogyha néztétek, akkor a feliratban igen, megjelent a coach. Tehát onnan vették. Ez se biztos, hogy... Nem ezt jelenti. Így tehát van. Nálunk ugye egy life coach, vagy akár egy business coach nem ezt jelenti,
talán leginkább úgy tudnám átfordítani, de nem ez a hivatalos fordítás, nincs hivatalos magyar átfordítása, de talán egy életvezetési tanácsadás. Csak ez meg ugye azért nem fedi teljesen, mert a coachingnak, a coaching szemléletnek pont az a lényege, hogy nem tanácsot ad, illetve nagyon-nagyon ritkán ad tanácsot. A coach egy kísérő ember, aki főképp kérdésekkel, célzott kérdésekkel és mindenféle eszközzel próbálja azt az embert, aki hozzáfordul, segíteni és kisegíteni belőle a saját válaszait, vagy adott esetben újabb kérdéseket, amivel ő előrébb jut. Tehát egy szó, amit itt kerülgetsz nekem, az nagyon itt a nyelvemre került, a rávezetni. Igen, tehát, hogy rávezetni azt az embert, akivel dolgozol, igen, hogy esetleg mi, igen, lehetett az első lépés, amikor ő elindult az úgynevezett betegségének a kialakulása útján. Igen, ugye nem csak a betegségekkel kapcsolatban, bármivel kapcsolatban. Persze. Tehát amivel megkeres valaki. Tehát egy megakadás. Egy megakadás, egy élethelyzet elakadásban kisegíteni abból a beszükült látásmódból, amiben éppen akkor benne van. És a coachnak ez a feladata, hogy és kísérjen. És milyen eredményeid vannak? Tehát te hogy látod a munkádnak az eredményességét? Hát én nem tudom, hogy mennyire lehet ezt így eredményességben kifejezni. Nem valamilyen szinten azért mégiscsak visszajeleznek az emberek, hogy igen, mire jutottak, vagy történt velük, nem? Jók a visszajelzések. Igen. Jók a visszajelzések. Igazából pont a könyv, most már ugye elkezdődtek a könyvvel kapcsolatban is jönni a visszajelzések. Úgyhogy nagyon jó a fogadtatás, én azt látom. És mit szólnak ehhez az ellenzők, akik továbbra is a matéria oldalán próbálják laboratóriumi és egyéb kísérletekkel bizonyítani, hogy mennyire hülyeség az, ahogy te gondolkodsz? Igen, azért mosolygok, mert olyan szavakat használsz, ami a bevezetőben a könyvemben szerepel. Igen, tehát nem nagyon találkozom én velük, de szerintem ez a könyv az azokhoz kerül el, akik alapvetően nyitottak erre a fajta gondolkodásra. Biztos vagyok benne, hogy a könyvet főképp a második fele miatt veszik, mert ugye két része van a könyvnek, a második fele az, ami a betegségek elemzéséről szól, és az első része, hogy rá is kérdeztél, az pedig általánosabb témákat ölel fel. De ugyanakkor azt gondolom, hogy anélkül nagyon üresnek éreztem volna ezt a könyvet. Miért volt arra szükség? Tehát mit akarsz elérni a könyv első részével? Miért írtad ezt meg? Azért írtam meg, mert arra jöttem rá, hogy bár az embereknek nagyon sok információ áll rendelkezésükre már a betegségek lelki hátterével kapcsolatban, tehát lexikonokból, internet, mindenhol, de nagyon sokszor találkozom azzal, hogy ugye ez egy eszköz, ez egy eszköz a gyógyulás útján, hogy valaki elkezdi felgombolítani a betegségének, hogy mi lehet a lelki háttere. De nagyon sokszor találkozom azzal, hogy ezt az eszközt nem megfelelően használják. Tehát nem a cél az, mintha tudatosan vagy tudattalanul is nem az lenne, hogy az önmagával való kapcsolata szeretetteljesebbé váljon, hanem átmennek nagyon sokan önostorzásba. És én azt szerettem volna kihangsúlyozni a könyv első felében, hogy óvatosan ezzel. Tehát nem az a cél, hogy bántsuk magunkat azzal, hogy ezt a betegséget is én kreáltam magamnak, vagy nagyon sokszor még egy segítő is megerősíti ebben, hogy te csináltad magadnak. És ezáltal csak a bűntudat meg egyéb negatív érzések. Na, itt tetten érhető a coach szemlélet. Gerjednek. Uh-huh. És én azt szerettem volna, hogy legyen ez egy eszköz a kezében, amivel közelebb jut magához, de jusson tényleg közelebb magához. Tehát ne bántsa magát tovább, vagy vegye észre, hogy eddig mi mindennel bántotta magát. Tudod, mi a kérdés ebben a helyzetben? Hogy akarja-e? Igen. Én azt látom, hogy ebben a jelenlegi helyzetben, már úgy értve, hogy az élet, a mindennapi életben, most így 2016 magasságában, miközben szirénázik a mentőautó éppen, milyen érdekes egybeesés. Nos, tehát ebben a jelenlegi helyzetben nagyon sok ember nincs abban a fajta felelősség tudatban, hogy önmagáért felelősséget vállalja. Igen. És nem, tehát valójában könnyebb az úgynevezett szokványos utat végigjárni, orvostól kórházon át, szanatóriumig akármi,
mint hogy esetleg valaki egyszer csak elgondolkozzon azon, hogy mi közöm van nekem ehhez az egészhez. Ráadásul a legnagyobb problémát én abban látom, hogy jelen pillanatban nem az egységes emberrel foglalkoznak, hanem csak valamelyik részletével. Igen, igen. Ezt én is pont így látom. Hát ezért is akartam mindenki felvállalni ezt a fajta szemléletet, és egy olyan formát adni neki, ami mindenki számára érthető. Tehát ez nem egy szakkönyv, ez nem valami olyasmi, amihez nem tudom milyen képesítésre van szükség. Egyszerű a nyelvezete, érthető szerintem, a visszajelzések is ezt mutatják. Ez volt a cél, hogy ez a fajta szemlélet, amit mondasz, ez átmenjen. Tehát, hogy egységben gondolkodunk, holisztikusan gondolkodunk, és felelősséget vállalunk magunkért. De a felelősségvállalás nem azt jelenti, hogy ostorozzuk magunkat a végtelenségig, mert azzal nem vagyunk sokkal előbbre. Előfordult már veled is, hogy esetleg elkezdett fájni a fogad, vagy mit tudom én, mondjuk kibicsaklott a bokád, vagy bármi. Akkor te hogy állsz ez a kérdéshez? Persze. Hát ennél sokkal durvább dolgokat is produkáltam én. Tehát könyvbe is írom. Én azért saját történeteket is leírtam. Én a saját nyavajáimból is nagyon-nagyon sokat tanultam. Ha valami történik velem, akkor mindig az az első kérdés, hogy miben vagyok most. Mi történik most az életemben? Tehát ez a legelső kérdés. Innen indulok el. És aztán? Aztán megnézem, hogy milyen jellegű tüneteket produkálok. Elkezdem szépen kibontani magamban. Megnézem, hogy miben gátol, hogy mire kényszerít engem ez a tünet, hogy származhat előnyöm belőle esetleg, ha igen, milyen előnyöm származik belőle. Külön fejezetet szenteltem ennek, hogy hogyan is lehet felfejteni a tüneteket. Én mindig megnézem, hogy egy adott tünettel kapcsolatban milyen érzéseim vannak. Tehát össze szoktam írni saját magamnak is, amikor a tünetről beszélek. Tehát mondjuk itt egy fogfájás, akkor hogy az milyen, az hasogató, szaggató, leírom, hogy milyen. És aztán megnézem, hogy van-e esetleg az életemben valami olyan terület, életterület, ahol hasonlóképpen érzem magamat. És hogyha nagyon van energiám, vagy esetleg már nem szaggat annyira a fogam, akkor később visszanézem, hogy régen a múltamban voltak-e hasonló helyzetek, amikor hasonlóan éreztem, hogy hajlamos vagyok-e hasonlóképpen érezni magamat bizonyos helyzetekben. És ez nagyon-nagyon sok mindent elárul. Egy nagyon jó önismereti út. Én azt gondolom, hogy a betegség útja egy nagyon jó önismereti út. Nem az egyetlen, hál' Istennek, tehát nem csak ezt járhatjuk, de én azt gondolom, hogy kikerülhetetlen. Tehát akármennyire is egészséges életet élünk, azért testi tünetei mindenkinek vannak, vagy voltak, vagy lesznek. Lesz még több könyv? Igen, ezt szokták kérdezni. Most egy picit elfáradtam, de már a bevezetőben is utaltam arra, hogy a rákról nem véletlenül nem írtam ebben a könyvben, bár ugye talán a leggyakoribb betegségek közé tartozik, hanem a leggyakoribb. De szándékosan nem írtam róla, mert egy külön könyvet lehetne megtölteni vele. Úgyhogy erről még majd valamikor biztos, hogy szeretnék írni. Nem biztos, hogy ez lesz a következő, a soron következő. Adná magát, igen, hogy legyen több. Miután folyamatosan írok a Nőklapja ezotériának a betegségek témájában, mert ugye két havonta jelenik meg ez a lap, és két-két cikket mindig megírok nekik, ez úgy adná, hogy akkor bontsam ki egy kicsit, és tegyem át könyv formátumba is. Úgyhogy szerintem lesz. Hát persze ez a fogadtatáson is múlik, hogy lesz-e kedvem nekiállni. De úgy éreztem, hogy ezt nem lehet megtartani. Hát, ez tényleg pont olyan, mint egy gyerekvárás, egy terhesség, egy áldott állapot, hogy onnantól kezdve, hogy valami megérik, felhalmozódik, elkezd feszíteni, és kikívánkozik.